meghallgattak. Köszönöm, képviselő úr. Most megadom a szót Szilágyi Péternek, az LMP frakció vezérszónokának. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, tisztelt államtitkár úr, államtitkár asszony. Valóban abban a szempontból osztoznom kell a többi párt optimizmusában, hogy ez egy eljárás, a kisajátítási eljárás gyorsító, egyszerűsítő és ügyfélbarát elemeket tartalmazó törvényjavaslat. Azonban a lelkesedésünk eddig tartott, és itt kénytelen vagyok megtörni azt a összpárti hurrá optimizmust, ami ez a törvény köré alakult most ki az imént, ugyanis számos olyan elemet tartalmaz, ami számunkra elfogadhatatlanná teszi ezt a törvényt. Ebből két nagyon súlyos ok van, amiből az egyik sajnos reparálhatatlanná vált, és számos egyéb kisebb aggályunk is van ezzel. Az az aggályunk, ami egy igen súlyos aggály, hogy ezt ki tudjam fejteni, ahhoz mindenképpen szükséges visszamennünk nyár elejére, július elejére, amikor a kormány.hu-ra kikerült ennek a törvénynek a tervezete. Bizonyára emlékeznek önök is, elég komoly felháborodást okozott a törvénytervezetnek az a passzusa, ami kiemelt beruházások esetén nem tette volna alkalmazandóvá annak a kisajátítási feltételnek a vizsgálatát, hogy a közérdekű cél megvalósítására csak az adott ingatlanon kerülhet-e sor. Számos cikk született ebben a témakörben, nagyon sok félelem fogalmazódott meg ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Sokan úgy gondolták, hogy itt is már előre lezsírozott projektekről van szó, amelyeknek a kivitelezői már rég ki vannak választva, sokan nem érezték biztonságba a vagyonukat. A kormány eszmélt, és ebből a törvényjavaslatból ez a passzus kikerült. Azonban, mivel nagyon fontos kérdésről van szó, és úgy gondoljuk, hogy azok az érdekek, amik az eredeti törvényjavaslat szövegében megjelentek, vannak annyira fontosak a kormánynak, illetve azoknak a beruházásban érdekelt oligarcháknak, hogy ne ejtsék el ezt a kérdést ilyen könnyen, és tanakodtunk rajta, hogy ezt vajon milyen módon fogják visszahozni a törvény szövegébe. Gondoltunk arra, hogy majd módosító javaslatokkal fogják ezt a problémát megoldani, de hát nem így történt, mert önök kitalálták egy új parlamenti műfajt, ez az általános vitát megelőző zárószavazó módosító. Nagyon röviden arról van szó, hogy múlt héten szavazott az országgyűlés a településfejlesztési törvény módosításáról, amihez önök benyújtottak egy zárószavazás előtti módosítót, ami az imént vázolt problémát, miszerint a kiemelt beruházások esetén nem lehet majd elstandolni a vagyont kisajátítás útján, részben orvosolták. Úgy orvosolták, hogy amennyiben az államnak egy közös tulajdon része van egy adott tulajdonon, ingatlanon, akkor ezt ugye nem kisajátítási eljárással, de más módon mégiscsak de facto ki tudják sajátítani. Hadd idézem ebből a zárószavazás előtti módosítóból azt a passzust, amivel önök ezt lehetővé fogják tenni. A kormány rendeletével nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé minősített beruházással összefüggő építésügyi hatósági ügyben a beruházással érintett ingatlanon fennálló közös tulajdon esetén a többségi tulajdonos építető építésügyi hatósági engedély iránti kérelmével összefüggésben a többi tulajdonostárs, illetve egyéb jogosult hozzájárulását az eljárásban megadottnak kell tekinteni. Hát miről is van itt szó? Itt arról van szó, hogyha az állam szeretne egy beruházást végrehajtani, amiben ugyan nem bír teljes tulajdoni hányaddal, nagyon könnyen ezáltal a megszavazott zárószavazás előtti módosítóval végig tudja vinni az akaratát, így kvázi egy kisajátítással tud élni, anélkül, hogy a tulajdonostársaknak ebben érdemi beleszólása lehetne, hiszen az építésügyi hatósági engedélyt már megadottnak kell venni ebben a tekintetben. De ez nem a véletlen műve, és már konkrét példát is találtam, hogy ezt önök hol fogják először alkalmazni ezt a módosítást. Nyáron módosították önök a Kossuth-téri beruházást kiemeltnek minősítő májusi kormányrendeletet, és bevettek egy új épületet ebbe a projektbe, ez a METESZ székháza. Azt ugye tudjuk, hogy a METESZ székházban az állami vagyonkezelőnek nincsen, nem 100%-os a tulajdonjoga. Itt egy a METESZ-nek is van tulajdoni hányada, illetve a Munkadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének is.
Tehát látszik ebből, hogy egy nagyon is a gyakorlatra szabott zárószavazás előtti módosítóval önök mégis el tudják érni azt, hogy ahol az államnak tulajdonos társai vannak, és ők nem hajlandók esetleg a kisajátítással vagy egyéb megállapodással a tulajdonos jogukról lemondani, önök ezt keresztül fogják verni rajtuk, akár ezzel az eszközzel is. De térjünk rá a további aggályokra is. Ugye új javaslata a törvényjavaslatban, hogy lehetővé válik a kisajátítás hulladékkezelő létesítmény céljából. Miről is van itt szó? Itt arról van szerintünk szó, hogy számos esetben, amikor ilyen hulladékkezelő létesítményt kíván az állam, vagy az önkormányzat létesíteni valahol, de most maradjunk mondjuk az állam esetében, egy-egy ilyen beruházás esetleg számos tiltakozást tud kiváltani, akár egy település lakóiból is. Ebben az esetben, amennyiben önök ezt keresztül fogják vinni, egy nagyon fontos eszközt, egy fontos fegyvert ki fognak venni a települések kezéből, ugyanis ebben az esetben az önkormányzat köteles lesz átadni azt a területet a kisajátítási eljárás során, ergo nem fogják tudni 100%-ban érvényesíteni azokat a jogokat, ami őket egyébként megilletni ebből a szempontból véleményünk szerint. Egy másik nagyon fontos kérdés, ami szintén számos aggályt vett fel, ez a hulladék rekultiválása céljából végrehajtott kisajátítás. Ez önmagában akár még támogatható is lehetne, azonban egy nagyon-nagyon fontos dolgot önök nem tettek bele ebbe a törvényjavaslatba, és ezzel a dologgal kapcsolatban mi fogunk módosító javaslatot benyújtani, ez pedig a tulajdonosnak a felelősségi viszonyait. Én azt gondolom, hogy abban az esetben, hogyha ezt nem rögzítjük, akkor itt olyan újabb lex malokról lehet szó, ami azt eredményezheti, hogy egy súlyos környezetszennyezés után, ami mondjuk egy hulladéklerakó következtében következett be, az állam, ha átveszi a tulajdonjogát ennek a területnek, gyakorlatilag mentesítheti, idézem fel, ismétlen feltételes módban, mentesítheti a tulajdonost, a kárt okozó tulajdonost a felelősség viselése alól. De ugyanez vonatkozik az ingatlan nyilvántartásban feljegyzett tartós környezetkárosodás felszámolása kapcsán is. Én azt gondolom, hogy az állam nem veheti a nyakába a felelősségét azoknak a gondatlan tulajdonosoknak, akik olyan súlyos környezeti károsodást okoztak, ami akár milliós, százmilliós vagy milliárdos nagyságrendű pluszkiadást rót az állam nyakába. És itt még felmerült egyébként annak a gyanúja is, hogy itt egy állami hulladékbiznisz megegyezésének lehetünk tanúi. Szintén fontos megemlíteni a Natura 2000-es területeket, illetve a természetvédelmi célú, tehát a Natura 2000-es területek kisajátítását. Ez önmagában egy szintén üdvözlendő dolog, azonban itt azt súlyosan aggályosnak tartjuk, hogy nem különül el világosan a természetvédelmi célú és egyéb célú kisajátítás. Az utóbbinál, amikor beruházásról vagy különböző infrastruktúrális fejlesztésekről beszélhetünk, akkor úgy vagyok, hogy nem elégséges a természetvédelmi hatóság előzetes hozzájárulása, hanem egyéb normatív kritériumokat is kéne tartalmaznia ennek a törvényjavaslatnak, ami jelenleg nincs benne. Illetve végezetül egy kérdést szeretnék feltenni, hogy a kisajátítási célok között miért nem szerepel az árvízvédelem. A törvényjavaslat ugyan említi a vízgazdálkodás célú kisajátítást, azonban a két fogalom nem teljesen fedi egymást. Úgy gondoljuk, hogy ezt mindenképpen explicite a törvénybe bele kéne foglalni. Összességében azt tudom mondani, hogy az LMP ebben a formájában nem fogja tudni támogatni ezt a törvényt, és nagyon szeretném kérdezni államtitkár urat, hogy az építés, illetve a településfejlesztési törvénybe behozott kiskaput felkívánja elszámolni a kormányzat, vagy pedig megbújva egy egyébként talán jó szándékú törvény módosítás mögött, továbbra is kívánják-e azt, hogy különböző befektetési csoportok érdekében az állam lehetővé tegye a kisajátítást a kiemelt beruházások esetén is. Köszönöm szépen!